Tehát gyakorlatilag ezekre a hőcserélőkre cseréljük a, újítjuk a régi típusú hőközpontjainkat, úgyhogy itt már gyakorlatilag egy felújított hőközpontot láthattok. A május 1 téren található hőközpontot is bejárhatták a fiatalok a távhőszolgáltatás napján. A programon a környéken lévő általános és középiskolás diákok vettek részt, akik a távfűtés működéséről is meghallgathattak előadásokat. A nyílt távhő munkatársai a Kossuth téren is várták a városlakókat. Kérdőívekkel, játékokkal, információkkal álltak az érdeklődők rendelkezésére, akik az okosméréssel is megismerkedhettek. A legutóbb egy 21 millió eurós EU-s projektbe 5 fővárosi kerület mellett 5 nagyváros került be, így Nyíregyháza is, és ez azt jelenti, hogy nálunk gyakorlatilag több mint 95%-ban okos méréssel van lefedve az ellátott lakások. Az okosmérők olyan távleolvasható, kétirányú kommunikációra képes mérőberendezések, melyek rádiós jeladók segítségével küldik el a fogyasztási adatokat egy központi számítógépnek. Az újszerű lehetőség a leolvasásokat, illetve a költségek tervezését is megkönnyíti. Hosszú távon mindenképpen a legelőnyösebb az talán az a tulajdonsága ennek, hogy a későbbiekben lehet akár a havi számlázással is tényadatok alapján, illetőleg a lakók tervezhetik az energiafogyasztásukat, a szolgáltató a meghibásodásokat nagyon hamar észreveheti, tehát mindenképpen egy nagyon innovatív megoldás. Ez egyébként Magyarországon elsőként itt Nyíregyházán valósul meg. A távhőszolgáltatás napját a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége kezdeményezésére rendezik meg 2014 óta minden évben Magyarországon, így Nyíregyházán is. A távhőszolgáltatók ezen a napon gyerekek és családok részvételével közösségi programokon keresztül ismertetik meg a lakossággal a környezetbarát, biztonságos és kényelmes távhőszolgáltatást.